Professzor úr, miniszter asszony, miniszter úr, elkezdem mondani, de abba fogom hagyni. Elnök asszonyok, elnök urak, professzor asszonyok, professzor urak, és azért rövidítem le, inkább hadd mondjam azt, hogy kedves kollégák és kedves barátaink. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadták a meghívást erre a konferenciára. A kúria együtt az ítélőtáblákkal és az alkotmánybírósággal már elkezdte a nap megünneplését. Ha úgy is szoktunk ilyenkor teljes ülést tartani, akkor tartottunk egy teljes ülést egy ünnepi változatban, és ennek túl azon, hogy a 300 év az ugye egyikünk életében se fordult még elő, tehát egy nagyon nagy ünnep, a mi számunkra különösképpen egészen aktuálisan azért volt egy jelentős pillanat, mert a legfelsőbb bíróságnak, illetve a kúriának a rendszerváltozás utáni összes elnöke ott volt. Közülük többen itt vannak, úgyhogy engedjék meg, hogy azért név szerint köszöntsem Solt Pál elnök urat, Lomnici Zoltán elnök urat, Darák Péter elnök urat. Ez szó szerint úgy érzem, hogy ajándék nekünk. De bele is vágok, mert úgy hallottam, hogy valakinél van egy csengettyű, amit működtetni is fognak. Én csak arról szeretnék itt a megnyitóban beszélni, hogy milyen szokásosnál, protokolláris helyzeteknél mélyebb okai vannak annak, hogy egy ilyen alkalmat meg kell ünnepelni, és hogy a kúriának különösen. Tudnélik, ha végig tekintünk a történelem egymás után következő eseményein, akkor azt látjuk, hogy minden szükségszerű, logikus és előrelátható volt. Utólag. Ha viszont az egyes eseményeket közelebbről vizsgáljuk meg, akkor le kell vonnunk azt a meglepő következtetést, hogy a történelemben igen gyakran más történt, mint ami egy adott pillanatban valószínűnek látszott. De ezt tapasztaljuk szűkebb, meg tágabb látószögből is. Vehetjük a legtávolabbi példákat. Például több ezer évvel ezelőtt a földközi tenger keleti partján, tengerpartján és a politeizmus tengerében egy egészen kis nép azt állítja magáról, hogy ő az egyetlen úr, az Adonai Echad saját népe, hát nem lehetett valószínű, hogy annak a népnek ma is állama lesz ugyanott. Különösen úgy, hogy közben többször elfoglalták, lakosságát elhurcolták, és közel 2000 éve az akkori idők leghatalmasabb birodalma poligrombolta a fővárosát és a templomát. És mégis van. Nem kis részben azért, mert szétszóratva is ragaszkodott a saját jogához. De az sem tűnt valószínűnek, hogy miután ennek a népnek egy gyermekét, akinek az édesanyja Jézus nevet adta, és aki meglepő módon Isten fiának nevezte magát, minden emberi magatartás mércéjéül a szeretetet szabja, majd keresztre feszítik, mint egy bűnözőt, és hogy ezek után a tanítása nem csak fennmarad, hanem az európai kultúra alapja lesz. És mégis az. Nem kis részben azért, mert ragaszkodott ahhoz, hogy intézményei ne csak üres formát jelentsenek, hanem értéket hordozzanak. Ha pedig Magyarország történetét nézzük, akkor ugyancsak azt látjuk, hogy nagyon sokszor valószínűbbnek kellett találni a végérvényes elbukást, az eltűnést a világtérképről, mert nullához közelített a valószínűsége annak, hogy a férfi utód nélkül meghalt államalapító Szent István utáni zűrzavart túléli a fiatal királyság. Hasonlóan a tatárdulás utáni újjáépülés is messze lehetett a bizonyosságtól. És sorolhatjuk tovább, az Árpádház férfi ágának kihalása, három részre szakadás, majd Trianon, a náci és nem sokra rá a bolsevik hatalomátvétel, mind hihetőbbé tették a pusztulást, mint a fennmaradást. És mégis áll Magyarország. Nem kis részben azért, mert ragaszkodott saját alkotmányosságához. Azt látjuk tehát, hogy a gondviselés bölcsessége nem mindig a logikus megoldásokat hagyta megvalósulni, hanem igen gyakran ennek éppen az ellenkezőjét. Mintha a történelem nagyobb részt a valószínűtlenségek sorozatából állna. Valószínűtlenségekéből, amelyeket egyéni és közösségi döntések tettek mégis történelemmé.
Kérdés ezért, hogy mit gondoltak mindenről az éppen aktuális megpróbáltatást megélők. A fennmaradt emlékeikből azt látjuk, hogy voltak, akik méricskéltek, és megpróbálták a valószínűbb, ezért biztonságosabb megoldásokat választani. De aztán voltak, akik csak sodródtak. És voltak olyanok is, akik az addig megismert és helyesnek vélt megoldásokhoz ragaszkodtak, és hittek abban, hogy egy nép, az ország, sőt, akár egy-egy intézmény is túléli a túlélhetetlent, és ezért tették a dolgukat. Tették a dolgukat akkor is, ha a személyes sorsuk jobbra fordulására reményük sem volt. Tették a dolgukat nem azért, mert ez volt kifizetődő, hanem azért, mert ez volt helyes. És mindezek után nyilván nem meglepő, hogy az akkor már több mint félezredes múlttal rendelkező kúria állandó, székhelyen rendelkező bíróságként történt újraszervezésének, ha úgy tetszik, letelepítésének, 300. évfordulóját jelentős, megünneplendő eseménynek tekintjük. A kúria születésnapjának, holott tudjuk, hogy a kúria nem akkor jött létre. Mert, amint ez az időzavar is mutatja, a kúria története is valószínűtlenségek sorozata. Mint a királyi udvar, kúria régis vagy régiá, nagybíróinak társasbírósága osztotta az ország sorsát. Így élt túl trónviszályokat, pusztításokat, meg pártütéseket. Ezeket még talán érthetővé teszi, hogy ha a királyság megmaradt, a főbírósága is megmaradt. De a három részre szakadás túlélése az már igencsak valószínűtlen volt. Az pedig akár csodának is tekinthető, hogy a török kiűzése és az elfoglalt területek újjáélesztése után nem sokkal, 1723. június 19-én, az amúgy éppen utódlási gondoktól nyomasztott harmadik Károly király, az országgyűlés akaratát szentesítve, Magyarország magyar jogot alkalmazó, magyar legfőbb bíróságaként letelepítette, és ezáltal jelentősen megerősítette a hétszemélyes táblát, királyi táblát és a váltó feltörvényszéket magába foglaló kúriát. Mi tagadás, ez eléggé valószínűtlen lehetett, akár csak pár évvel korábban is. És aztán az elmúlt 300 év. Az 1850-es megszüntetés után lehetett és sejteni az 1861. évi újjáélesztést. Vagy a nem csak székhelyétől, de még nevétől is bekövetkezett megfosztása 1949-ben adott-e okot a reménykedésre. És ma mégis itt vagyunk, és a nevünk is a régi. Amikor néhány éve a kúria újjáalapításának 300. évfordulóját készültünk megünnepelni, illetve tervezgettük ezt, nem sejthettük, hogy mire ez bekövetkezik, a régi történeti tapasztalatainkra támaszkodva újra hasonló kihívásokkal kell szembenéznünk. Újra összehangolt támadások sora éri a kúriát. Újra megkérdőjelezik hitelességét, újra kétségbe vonják, hogy helyese, ha függetlenül és pártatlanul a saját jogunkat alkalmazzuk, sőt, hova tovább még létünk indokoltságát is magyaráznunk kell. Most mit tehetünk ilyenkor? Amit elődeink is tettek. Bíznunk kell abban, hogy minden ellenkező következtetésre okot adó körülmény dacára most is megvalósulhat a valószínűtlen, ezért nem érdemes méricskélni. Nem érdemes a valószínűbbnek, ezért biztonságosabbnak látszó megoldásokat választani. Ennél is kevésbé szabad egyszerűen sodródni. A legalább 900 éves múltunk, és ezen belül a közbenső 300 éves születésnapunk tapasztalata arra bíztat, hogy ragaszkodjunk az eddig megismert és helyesnek bizonyult megoldásokhoz. Hinnünk kell abban, hogy a magyar nép, Magyarország, sőt a kúria is képes szembenézni a megpróbáltatásokkal. Ezért a bölcsebb hozzáállás az, ha tesszük a dolgunkat. Mint a kontinentális Európa legrégebben alapított és azóta is működő felsőbírósága. Még ha nem is otthon a saját épületünkben, ha nem is mindennapi életünk kialakításának teljes szabadságában működünk, ha köteles tisztelettel szemben meg nem értést, nem ritkán alantas támadásokat is kell kiállnunk, ma mégis mi vagyunk a kúria. Isten óvja Magyarországot,
és a vele szinte egy idős kúriát.